Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit jelentenek a kártyák, felhívnám valamire a figyelmeteket. Hiszen hónap vége van, és mint mindig hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Ebben mindig van egy téma, bemutatok egy havi angyalt, azon kívül minden hónapban van egy asztrológiai előrejelzés, és ami szenzációs, hogy minden hónapban van egy jóslás asztrológiával együtt fele áron. Azok részére, akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot. Így megkapjátok az asztrológiával együtt lévő jóslást 8500 forint helyett 4250 forintért. És ez az ingyenes hírlap megrendelhető e-mailen keresztül. És most rátérek erre a jóslásra. A fő téma itt van középen, és itt látható a te lelki társad. Ezen a képen itt vannak a kelyhek, és azok utalnak az ő érzelmeire. Tehát ez a férfi érdeklődik irántad, itt megvannak az érzelmek. Sőt, ahogy látod a képen, figyel téged. Tehát megvan az érdeklődés. De látható itt ez a korlát, a 9-es szám, ami utal még korlátozásokra. Vagy azt jelenti, hogy van még egy párkapcsolata, vagy nem mer érzelmekről beszélni, csak így figyelget téged. Az is lehet, hogy félelmei vannak, és ez korlátozza őt. Ilyen esetben át kellene tenni magát a félelmein. Hogyan tovább, mi várható? Itt azért kezébe veszi a dolgokat, és előtte itt van ez a terv. Ő tervez valamit, amit szeretne megvalósítani, és uralkodni fog a helyzeten. Ő kezébe veszi ezt a kardot. És mit jelent ez? Itt látható egy rózsa tövisekkel, és a tövisek megsebezték őt. Itt vannak fájdalmas emlékek, de ő ezzel a karddal elvágja a töviseket a rózsától. És mi marad meg? Ez a rózsa. És ez átnyújtja számodra. És ez szimbolizálja a szerelmet, amit ez a kard még jelent a döntéseken kívül, a levegő elemét, és az utal kommunikációra. Ő szeretne tisztázni veled valamit, azon kívül van egy fontos mondani valója. Jön hozzád. Itt kopogtat az ajtón, de ez még be van falazva. Itt vannak még nehézségek. Az is lehet, hogy te vagy visszahúzódó, és azt szeretnéd, ha ő küzdene érted. Lehet, hogy ezek a tövisek téged is megsértettek. De ő cselekedni fog, és átvágja magát ezen a falon, és kinyílik ez az ajtó. Itt ezen a kártyán a halál látható. Természetesen előfordulhat, hogy van nála egy örökösödési ügy. Itt pénzügyi dolgokról is szó van, hiszen itt látható a kincses láda. De a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Az azt jelenti, hogy ő lezár valamit. Átteszi magát a korlátozásokon, lezárja a töviseket,
és lezárja ezt a helyzetet, amikor még ez a fal ott van közöttetek. És akkor lesz egy új kezdet. Ezen a képen látható egyrészt a négyes szám, ami utal a biztonság érzetére az anyagiak területén is, és a párkapcsolat területén is. Ezt mindketten szeretnétek, hogy így legyen. De itt látható, hogy ő vagy te visszahúzódóak vagytok, elgondolkoztok a terveken, a jövőn, vagy meditáltok valami felett. Itt a sarokban látható ez a szent kép, itt van a napsugár, utal a sikerekre, azon kívül ez a fa a gyógyító erőre, arra is, hogy valahol le tudtok gyökerezni. Tehát meg lesz ez a biztonság. És ez a halál, ez eltávolítja itt ezt a helyzetet, amikor úgy nem mennek előre az események, és akkor itt lesz egy változás, és azt fogjátok átélni, ami itt a sarokban látható. A nap, ez a melegség, a közeledés, a gyógyító erő, a biztonság érzete. Itt lesz egy találkozás mély érzelmekkel, hiszen a kelyhek itt az érzelmekre utalnak. És a kettes szám azt jelenti, hogy te és ő, itt már nincs egy harmadik személy. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!